Új Ax Apollo. Kapható a Földön. Már olvashatjátok és nézhetitek tesztünket a GSO-n a Grid 2-ről, 3 DLC érkezik majd a The Last of Us-hoz, és persze az Xbox One témában is maradt még bőven. Sziasztok, én Julcsi vagyok, és indul a hype! Paca jól viselkedett, úgyhogy tesztelhette a Grid 2-t, véleményét pedig már olvashatjátok is a GSO-n. YouTube csatornánkon pedig még egy gyors videótesztet is találtok. A Codemasters régóta a versenyjátékok mestere, a Race Diver Grid folytatása pedig méltónak bizonyult elődjéhez. Gyönyörű helyszínek, különböző versenyek és egy zseniális többjátékos mód biztosítja majd a LAN-partik hangulatát ezúttal is. A következő lapszámban találtok majd egy hosszabb tesztet is a játékról, de hogyha már Paca meggyőzött titeket, holnaptól meg is vehetitek azt PC-re, PS3-ra vagy Xbox 360-ra. Bár az év PS3 slágerének ígérkező játék, a The Last of Us nem holnap, csak június 14-én érkezik majd, mi annál jobban várjuk. A Naughty Dog most 3 új DLC-t jelentett be a játékhoz, amikor egyelőre annyit tudunk, hogy az egyik biztosan a többjátékos módot, egy másik pedig a játék kampányát erősíti majd. Persze, hogyha megvesszük a Season Pass-t $20, akkor 30%-kal olcsóbban juthatunk hozzá ezekhez a kiegészítő csodákhoz, ráadásul extra tartalmak is várnak ránk, mint a gyorsabb gyógyulás és a gyorsabb fegyvertöltés, valamint egy így készült videót is kapunk a játék mellé. Mai Xbox One hírünk egy kicsit meglepő lehet az eddigiekhez képest. Egy névtelen forrás ugyanis megerősítette azt, amit már a Blockbuster Retail üzletlánc játékokkal foglalkozó részlegvezetője is elmondott, miszerint az Xbox One előrendelése rekordokat dönt. Most az Egyesült Királyságban egy kiskereskedő jegyezte meg azt, hogy a Microsoft Next Gen konzoljának bejelentése utáni 24 órában többen rendelték elő az Xbox One-t, mint a PS4-et. Ez persze egyelőre így csak pletyka, de hát... Ha már a pletykáknál tartunk, az Amazon ismét veszélyes játékot űz velünk. Nemrég ugyanis a német Amazon honlapjára felkerült a Mirror's Edge 2, bár hozzáteszem egy meglehetősen gagyi borító kíséretében. Gyorsan le is szedték a honlapról, de úgy látszik, hogy nem túl jó az összhang a cég különböző képviseletei között, ugyanis most az olasz Amazon honlapján tűnt fel ismét a Mirror's Edge folytatása Xbox One Exclusive címként. Persze a feltüntetett 2020. január 1-i megjelenés azért zavart kelthet a fejekben. Valószínűleg, hogyha a DICE tényleg készül valamire, az E3-on megtudjuk, de hogyha nem készül, akkor ennyi Amazon. Amint tudjátok, valami készülődik a GameStar háza táján, amit én meg is próbáltam elmondani nektek. Hogy ennyit tippeltetek azzal kapcsolatban, hogy mivel készülünk nektek, azt hiszem, annyit most elárulhatok, hogy nem a GameStar Printről, hanem a GameStar Online-ról van szó. És megígérem nektek, hogy nagyon-nagyon-nagyon hamar mindenki fog derülni, de addig is még meglepetések várnak rátok. Ennyi volt már a hype, én Julcsi voltam, sziasztok!